Biztonságban érzed magad? Ha kiesel, lehet, hogy fatális lesz, de csak lehet. Zumbala! Wow! Dávid a hátfalon ül, látjátok? 20-on fogunk kajázni, ott a konyha. Gyöngyi közben egy tollat hallgat. Kérsz még 20-ba ér? Gyöngyi nem rendel Dávidnak, csak egy ilyen száraz kiflit. Ő meg néz meg. Ő meg nézitek, hogy milyen fíztet csinál, kivételesen. Rendelj Dávidka French-et! Én magamnak kérek big food. Mixel, amúgy hanyadika? A már hatodika van. Ott a oszlop. Ide bejutni kaotikus volt. Dávidék beálltak a sorba, mert mi még nem voltunk itt, és nem lehetett megvenni nekünk a jegyet. Mert a nő nem hitte el, hogy több jegyet szeretnénk venni, mint ahányan vagyunk, mert az borzasztó lett. És mondta, hogy mi bújjunk át a sorok alatt gyorsan oda, mi elkezdtük, és oda jött egy másik nő üvöltve, hogy nem, azon nyomban ízés, mondom neki, de a kollégája mondta, nem, ő nem hajlandó velem beszélni, mert én nem respektálom a sort. De mondom, akkor ő nem, és elment. Fú, nagyon. Úgyhogy integetni kellett a jegyeladó nőnek, meg ugrálni, hogy itt vagyunk, nekünk lesz a jegy. Valaki és be akar hozni, meg bocsánat, lehet. Kést. Méghozzá valami vajazó kést. Ez nem, az rendesen az ízés, pengés. Hát na, fent úgy volt, hogy egy kicsit megélezi. Megélézi ezen a csodás vason. Amíg csak a derekánál vagyunk. Ez a nyaka gerezdje itt. Menjen, igen, ez a top. Nem bízom benne. Szerintem ők már csak tudják, hogy ez top. A Burj Al Khalifán ott kicsit Burj Al Khalifán. Burj Al Khalifán kicsit izgalom, vagy biztonságosabbnak. Jó van már! Kicsit biztonságosabbnak tűnt, mint a rozsdás vas. Biztonságban érzed magad? Nem. És most úgy lesz, mint a Disneyben, a Tower Terrorban, hogy így Tower of Terror! Nagyok, no. Ez Budapest? Kevés tévé, szerintem olyan. Fényfélben időt. Mi mindig megyünk fel? Ez itt az ügyen. Electric shop. Mert mi van? Hát van írva. Ha kiesel, lehet, hogy fatális lesz, de csak lehet. Jó. De rossz kirakni. Nem. Louvre! Sziasztok! Megérkeztünk ide! Sziasztok! Itt vagyunk a Louvre! A Louvre! Benne akarsz lenni, vagy mi? Gyöngyébe mondtam, hogy nem szeretnénk benne lenni. Amúgy abban én sem szeretnék benne lenni a Gyöngyi videójában. Hát azért... Fú... Oh yes! Reméljük, ez is olyan sor lesz. Ott a Daya Dalí. Hogy tetszik idáig a Mona Lisa, Dávid? Már láttam. Föld alatt egy vendettel. Levitték a pincébe, elrakták télire, tudod? Bedunszolt. Az első dolog, amit a Louvre-ban meglátogattunk, az a mosdó, vagyis a lányok.
természetesen. Ide tették az üvegkupolát, és ezek a franciák legalább annyira ott vannak a szeren, hogy legalább nincsen légkondi. Olyan estom, meleg van. Estom, képzelni itt nyáron mi lehet. Meghalunk most. Szobrok. A leghíresebb Liza. És ebbe a tömegbe így be kell menni ezért? Láttuk, szép a Liza. Úristen. Érted, itt van egy ekkora festmény. És mindenki azt nézi. Na hát ez az a sor, amit én nem fogok kiállni. Itt van egy kinyomtatva egy lapra, itt is meg tudjátok nézni, nagyon szép. Nem, hogy tényleg nagyon különleges, de én be nem állok. Szerintem igen. Végig állod ezt. Ott van, rázumbala. Wow! Szia Gyöngyi, 4 év múlva találkozunk. Megyünk hajókázni. 1 éves jeggyel. És én olyan dolgokat is tudok, amit Gyöngyi vlogjában nem lesz benne. Mert én veszem a jegyet, csak halkan mondom nektek. Lesz meleg hűtő. Lesz meleg hűtő. És egy angol taxiban ülünk. Azért értettem, hogy lesz meleg hűtő. Majdnem az lesz. Dávid a hátfalon ül, látjátok? Olyan, mint hogyha amúgy a vécén ülnek. És olyan feeling jó. Minden. Kösz a vicc. Úristen, azt érzem, hogy Várunk a hajóra. Gyöngyi a jegyét nem találta. Pedig én küldtem át neki. Mindent elfelejt. De szép seg. Mondjad. Amúgy tényleg, ha baj van, ebben mind beleférünk. Yes! Ott lesz a meleg italunk, ami már benne van az árban, vagyis kifizettük 5 euróért. Az lesz a meleg ital, hogy kapunk meleg kólát. Mert nincs ütő. És nagyon sokan vagyunk megint, mindenhol. Rengeteg ember, mindenhol. Gyöngyi! Ez a lebe te hajója. Most a Paris, hogy elkezdtem. Paris. Én így írtam. Ragasszuk át, ne. Paris is említ. Ah, ne vessünk. Jó, nézzétek már, mi van itt. Eiffel Tower, hogy került ide? Dávid nem tudta kifizetni a szemletet, beátakarítani. Buszon fogunk kajázni, ott a konyha. Nem biztos. És most nem biztos, hogy buszon fogunk. Rodeóztunk Párizson át, 2 külön kocsival, taxit játszottunk, és lehet, hogy nem engednek fel, pedig lehet, hogy kifizettük. Hadd meséljem el, hogy nekünk Gyöngyivel annyira mázlunk volt. Ott volt egy taxi. Hogy az Uber kiírta, hogy bocs, nincs a közeledben, próbálkozzál 5 perc múlva, és abban a pillanatban megállt egy taxi. És bumbelődött. Free? Free? Azt mondta free, aztán free? Nem, hogy az ja. Nem, hogy ingyen volt. Ingyen volt. Gyöngyi, nem kell firkálni. Gyöngyi, firk. Hozzáérinted és elmondja, hogy mi merre. Azért ez mennyire menő. Look at this. Odaadom az enyémet, hogy úgy érzem. Hogy tetszik? Rá kell tenni, és akkor meg elmondom. Kinga és a boldog élet. Kirás. Csak egy buszon eszek. Menjél már vécére! Ott lehet átunk is, már könyörösöm, hogy menjen. Gyöngyi közben egy tollat hallgat. Nem lehet, hogy...
Szia, néni! Úristen, katonáztam! Mi a baj? Ki? Hoznak desszertet, eper! Ki fogok durrani itt? Amúgy nagyon-nagyon isteni finom a kaja, halljátok? Bekakiltok annyira finom a kaja. Oh, mi nem zemi nem szívő. Elméletileg egész kor 5 percig csillogni fog, amit nem lehet felvenni, mert letiltanak a szociális. Amúgy ezt magyarázd már el a videóban, hogy igazából mi az. Igazából annyi van, hogy nem terjeszthetett pénzkeresvén. Tehát lefotózhatod, felveheted, megoszthatod, csak pénzt nem kereshetsz belőle. Igaz, hogy az ilyen kis figurákon végig csillog, de jó. De jó. Túrjál már bele a fülébe mélyen. Azt szokta Gyöngyi azt csinálni, hogy beletúr a macska fülébe, és utána megeteti velük. Azt csinálják a macskák. Remélem, ezt hallottátok. Állatvédők Peta. Ne rakjál meg őket! Itt jön. Szóval megvárjuk az illegális felvételeket. Ti nem láthatjátok, cenzúra. Hát,